A mai spontán videó az annyira spontán lett, hogy úgy vettem az egészet, hogy a kamera hátrafele nézett. Úgyhogy a hang megvan, és ugye pünkösdről van szó, majd mindjárt hallod. És gondoltam, hogy nem készítem ezt most újra el, hanem mögé teszem az ábrát illusztrációnak. Úgyhogy szeretettel a pünkösdi videó. Szeretettel üdvözöllek, pünkösd vasárnap van. És újabb spontán videó, mert muszáj beszélni róla. Az emberek nem értik pünkösdöt, ami szerintem nagy baj. Nagy baj azért, mert fontos ünnep, mert fontos üzenete, fontos jelentősége van a pünkösdnek. Sorba menve, ugye karácsony, húsvét, pünkösd, három nagy ünnep a mi kultúrkörünkben, keresztény hagyományok kultúrkörében, és olyan nagyon nyilvánvalóan három korszakhatár is egyben, az én tapasztalatom szerint. Az első ugye karácsony. Karácsony az szeretet ünnepe, ezt mindenki elvileg azt hiszi, hogy érti, hogy a szeretet ünnepe, de valójában már itt is sokaknak kihívásai vannak. Ugye a szeretet szólna arról, hogy hogyan érdemes a világhoz kapcsolódni, hogy ne rólam szóljon minden, hanem én mit tudok adni. Ez egy nagyon alapvető átállás. A hosszabb és mélyebb videóban ráció halálaként is szoktam erről beszélni. És aztán ezt követi húsvét. Húsvét az én értelmezésem szerint arról szól, hogy oké, hogyha ha van ez az egész, és ez gazdagítani érdemes, ami ugye a szeretet, tehát a helyes alapállás, hogy én mit tudok hozzátenni, mert ezen belül mi az én dolgom, mi az én helyem, mi az én szolgálatom, mi az én áldozatom, miért adom én az életemet. Ez húsvét számomra. Húsvét a beleállás, a konkrét hely. Tehát ezen belül, hogyha ez egy ilyen pozitív világ, ahol érdemes gazdagítani, akkor mi az én konkrét dolgom, ez a húsvét. És pünkösd végül az meg a harmadik lépés, tehát amikor már megvan, hogy nem magammal kéne foglalkozni, hanem a világgal, a világot gazdagítani, törekedni, ugye a szeretet és karácsony, és ezen belül megvan, hogy mi is az én dolgom ezen belül konkrétan, mit is kéne nekem csinálni, mi is az én helyem, az én szolgálatom, ami húsvét, akkor utána következik pünkösd, ami a módról szól, hogy hogyan lehet ezt jól csinálni, és a válasz nagyon egyszerű, nem gondolkodva. Hanem merni bátran hallgatni a megérzésekre, hallgatni a belső hangra. Ugye ez pünkösd. Pünkösd, most mindegy, tényleg így szentlélek meg kiáradás, de nem egy vallásos üzenetet akarok csinálni ebből, hanem egy nagyon pragmatikus jelentősége és értelme van ezeknek, az ember önismereti útján ezeknek a nagy ünnepeknek. És ugye pünkösd a leghaladóbb téma, ilyen értelemben a legnehezebb, és ezért van, hogy a legkevesebben értik. Ugye szeretet akkor tehát az első, hogy részt venni, nem magamra figyelve, hanem arra, hogy én mit tudok hozzátenni. Húsvét ezen belül, hogy mi az én dolgom, és pünkösd, hogyan. Tehát, hogy ezt követően, ha már tudom a dolgom, ott még lesznek kívások, hogy hogyan csináljam. Úgyhogy csak gondoltam, hogy egy pünkösd vasárnap alkalmával, hát ez hasznos, meg talán hiánypótló, úgyhogy ennyi rövid, spontán videó. Hosszabb és részletesebb magyarázat az én akadémián, ugye a tagoknak több mint 500 videó készült. Egyebek között ezekben a témákban is, úgyhogy ajánlom őket szeretettel. Máskülönben meg csodás pünkösdöt, és hajrá, jó munkát mindenkinek!